Szeretettel köszöntök mindenkit, Kródi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival együtt mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak, a Szociális Testvérek Társasága által elindított podcast sorozatnak a házigazdái. A mai vendégünk Székely János, Szombathelyi megyés püspök, akivel egy nagyon izgalmas, érdekes témáról fogunk beszélgetni, méghozzá tudománynak és hitnek és vallásnak a kapcsolatáról. Püspök atya, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tényleg itt vagy a stúdióba, mert tisztában vagyunk vele, hogy egy megyés püspöknek mennyi elfoglaltsága van, és azt is előre bocsájtanám, hogy a régi ismeretség kapcsán mi tegeződünk, és ezért nagyon szépen köszönjük, hogy ez így lehetségesé vált, hogy az első kérdésünk tulajdonképpen egy személyes élményről beszámolnánk be, hogy nemrég együtt voltunk, hallgattunk téged egy táborban, méghozzá a szalézieknek a táborában voltunk, és ott hallgattuk az előadásodat. Fiataloknak beszéltél, és ott is, ahogy a tudományról és hitről fogunk beszélgetni, és tulajdonképpen egy tudományos megalapozással kezdted a fiataloknak az Isten mellett való érvelést, és hogy úgy felmerült bennem a kérdés, hogy azért teszed ezt, hogy azért tesszük mi ezt most manapság, mert hogy az emberek jobban tudnak figyelni, vagy jobban értik azt, hogyha a tudomány nyelvén szólítják meg őket, vagy a fiataloknak, vagy egyszerűen a racionalitás az, ami rávisz erre, vagy rávisz erre az embereket, hogy miért van ez így? Az ember gondolkodó lény, tehát keressük a dolgok okát, értelmét. Magyar nyelv zseniálisan is mondja, hogy okos, azt jelenti, hogy a dolgok okára rákérdezünk. Ha hallok egy hangot, megkérdezem, hogy honnan jön, miért jön, mi okozta, mi adta ki. Ha valaki azt mondja, hogy nem érdekel, honnan jön, vagy véletlenül jött, nem foglalkozom vele, akkor az ostoba ember, aki nem gondolkodik. Okos ember tudja, hogy a dolgoknak van oka. És próbáljuk ezt az okot, egyáltalán létünket megérteni. Az ember szükségképpen kérdez. Nem véletlen, hogy a legnagyobb tudósaink az emberiség történetében, mint hívő emberek, egytől egyik. Hadd olvassak föl egy néhányat ezek közül, ami kicsit mutatja, hogy hit és tudomány mennyire összefügg egymással. Ilyesfajta tudósok, mint Newton, Kelvin, Pasteur, Fleming, Mendel, Maxwell, Marconi, és aztán tovább Schrödinger, Heisenberg, Erikson, Viktor Frankl, hatalmas íróink, költőink, Tolstoy, Dostoyevsky, Claudel, Bernanos, T.S. Eliot, Chesterton, Szolzsenyicin, Graham Greene, Papini, Kronin, és a magyar nagyjainknak is a túlnyomó többsége, Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, Második Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, tehát a legnagyobbjaink mind hívő emberek. Európának a nagy alapító atyai, Adenauer, Schumann, De Gasperi szintén mind nagyon mélyen keresztény gondolkodású emberek voltak. Hit és tudás nagyon mélyen összefügg. Nem egymás ellenségei. Ha az ember valóban hisz, akkor az egész lénye hisz. Érzéseink, de az értelmünk is átjárja az egész lényünket. A kettő nincs egymás ellen. Egyetlen valóság van, másfajta módon közelíti meg a tudós, mérésekkel, kísérletekkel, a felszínéig jut el, addig, amíg ilyesfajta módon meg lehet közelíteni. A hit egy lépéssel tovább megy, a valóság szívéig. Ahogy egy embert is más szinten ismerek meg, ha a DNS-ét esetleg kielemzem meg a vérképét, és másképpen, ha meghallgatom, hogy mesélje el a gyerekkorát, szüleit, élményeit. A valóság is ilyen. Van egy felszíne, amit lehet kémcsövekkel, egyebekkel vizsgálni, de van egy mélye. És a hit ide hatol be. Ez a mélyebb valóság is létezik. A Mozart Requiem szépsége létezik. Nem lehet matematikailag megfogni. Nem lehet úgymond bebizonyítani. Nem lehet kísérletileg igazolni. Tehát nem egy tudományos tény, de valóság. Az, hogy valaki szereti a másikat, szintén valóság. Nem lehet a véréből kémcsővel kimutatni, nem lehet megmérni, mégis létezik. Vagyis ez két szárnya, hogy mondja II. János Pál pápa, a hit és a tudás. Mind a kettő ugyanazt
a valóságot? Kutatja a hit egy fokkal mélyebben? De akkor, ez rengeteg kérdés fölvet bennem, hogy akkor érdemes-e egyáltalán a hitről, vagy akár Istenről tudományos eszközökkel kijelentéseket tenni, hogyha tényleg ennyire mondjuk csak a felszínt érinti meg. Tehát tudunk-e egyáltalán érvényes kijelentést tenni, amit egy későbbi tudományos modell nem cáfol meg? A tudomány alapvetően fizikai okokra vezet vissza fizikai jelenségeket. És Isten, vagy az a valóság, amit a vallás meg az emberi szív kutat, az egy fokkal mélyebb. Tehát nem mérhető, nem megfogható, egy más létszinten van. És ilyen értelemben nem a tudomány tárgya. De a tudomány mégis ugyanaz felé tart. Talán ha lehetne úgy ábrázolni, hogy mint egy nagy, hatalmas gömb a valóság, a tudomány mondjuk lejut egy harmadig, méri, figyeli a valóságnak a törvényeit. A hit mélyebbre jut, de az irány ugyanaz. És éppen ezért, amit a tudomány felismer, az segít a hitben. A kettő egymást tudja korrigálni is. A tudomány segíti a hitet, hogy ne legyen fanatikus. És a hit segíti a tudományt, mert a tudománnyal az élet nagy kérdéseire nem tudunk felelni. Arra, hogy tulajdonképpen miért van az ember, és miért van a világ, honnan vagyunk, miért vagyunk. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ezeket a kérdéseket nem szabad föltenni, ugye, akik nem hisznek, mert hogy ezekre úgyse tudunk választ adni, nem tudunk érvényes választ adni, evidence-based, ugye, tehát bizonyíték alapú választ nem tudunk adni, ezért ne is tegyük föl, ezt mondják. Ezek az életnek a legfontosabb kérdések. Igen, így van, igen. Hogy miért is vagyok, hogyan kellene élnem, van értelme az egésznek. Tehát ha erről nem beszélünk, akkor szinte abba kellene hagynunk a beszédet. Az ember ismeri a valóság mélyét, és ez egy tévedés, hogy erről nem tudunk érvényes állításokat tenni. Filozófusok nagyon sokat beszélnek arról, hogy milyen különös, hogy az ember nem tudja azt kimondani értelmes módon, hogy igazság nincs, vagy objektív igazság nem megismerhető, mert ha kimondom, akkor már is megcáfoltam önmagamat. Igen. Mert ha igazság nincs, akkor ez a mondat sem igaz. Igen. Ha nem megismerhető, akkor én se tudtam megismerni. Miért van ez így? Ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból származik. A valóság megtapasztalásából. És az ember arról meg van győződve, hogy igazság van. És ez megismerhető. És valamennyire sejtjük is. C.S. Lewis mondogatja nagyon gyakran, hogy amióta ember él a Földön, egy nagyon különleges dialógus folyik közöttünk. Ez a dialógus arról szól, hogy kinek van igaza. Ha mondjuk két ember felszáll egy buszra, ez az ő alap példája, és mondjuk egy ülőhely van, akkor jó esetben nem erővel döntik el, mint mondjuk két oroszlán, hanem vitázni kezdenek erről, hogy engem illet, idősebb vagyok, vagy engem illet, én szálltam föl előbb. Vagyis mind a kettőjüknek a fejében van egy objektív erkölcsi elv, amit C.S. Lewis úgy hív, mint egy, mondjuk egy foci pálya. Vagyis egy érdekes erkölcsi közegben vagyunk, ahogy a focisták se úgy mennek egymásnak, mint az állatok, hogy megküzdjenek a labdáért, hanem vannak szabályok. A pályának van széle, van szabadrugás és egyéb. Az emberi élet, az emberi játék, ha lehet mondani, ugyanilyen. Van a fejünkben egy szabályrendszer, egy pálya. És erről vitázunk. Mind a ketten meg vagyunk arról győződve, hogy fair módon kell viselkedni. És ezt elvárjuk egymástól. Tehát az ember a valóságot, az élet nagy kérdéseire adott válaszokat valamilyen szintig ismeri. Ebben élünk. Az erkölcsi törvények nem valami fajta történelmi melléktermékek. Tehát nem úgy kell elképzelni az emberi gondolkodást és az erkölcsi elveket, a mélyebb igazságokat, hogy ez lassan, kulturálisan kialakult. Hol így, hol úgy. Pont erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, én ezen a pályán focizom, mert ide születtem. De hogyha 5000 kilométerre születtem volna, akkor más lenne a pálya kijelölése. Ha elképzeljük,
mondjuk a világon a legliberálisabb embert, aki azt mondja, hogy erkölcsi elv nincs. Ezek történelmi, kulturális melléktermékek. És mondjuk ennek az embernek elmondanánk azt, hogy Afrikában van egy törzs, ahol minden évben egy kisgyereket elkapnak, megkínoznak, megölnek. Az ember lelke mélyéig föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy ezt azonnal meg kell tiltani. Ennek sehol a földön nem szabad megtörténnie. Függetlenül attól, hogy annak a törzsnek milyen a kultúrája, milyen a szubjektív véleménye. Éles helyzetekben azt, hogy erkölcsi elvek vannak, mindenki tudja. Enélkül nem is tudunk létezni. Ez tesz minket emberré. Az ember a valóságot ismeri. És mi keresztények azt gondoljuk, hogy a tudomány és a hitünk, vagy az erkölcsi érzékünk, a szívünk ugyanazt a valóságot kutatja, csak a szív egy fokkal mélyebbre jut. Hogyan lehetséges az mégis, hogyha bemegyünk a templom, tehát hogy a mai ember úgy éli ezt meg, ezt az egészet sokszor, tehát ezzel a véleménnyel találkozunk, hogy amit az ember a templomban lát vagy tapasztal, az egy dolog, és ami kívül van a világban, az egy másik dolog, és ugye a templomban hiszek, abban, amiben tudok, és a világban meg ugye, ami az evidence, ugye aminek bizonyítéka van, azt elfogadom tényleg, és azt szerint alakítom. Tehát az emberek fejébe a kettő mégiscsak ellentmondásban van nagyon sokszor, a hétköznapi életben. Egy dolog, ami a templomban történik, és egy másik dolog, ami a való életben. Ezt kérdezhetjük úgy is, hogy az erkölcs az valójában a hitnek, vagy a tudománynak a dolga. Tehát, hogy beszélhetünk arról, hogy az inkább etika, az erkölcs, ami abszolút tudományosan is ugyanúgy leírható, vagy mint és ahogy azt mondják, hogy hát a legnagyobb dolog, amire rácsodálkozunk, az a csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi rend bennem, hogy ugyanúgy, ahogy a csillagos éget fel tudom kutatni, meg tudom ismerni, ugyanúgy ezt az erkölcsi rendet is meg tudom-e ismerni, és le tudom-e írni tudományosan, hogy igen, ez van bennem, és hogyha ezt bebizonyítom, az egyben Isten létét is bizonyítja, a teremtőnek a létét, hogy aki ezt az egészet létrehozta bennem. Hogy ez? A nyugati embernek a szellem történetében van egy nagyon fontos fordulat, amit így nevezünk, hogy fölvilágosodás. Az ókorban, tehát a fölvilágosodás előtt az ember talán kicsit naív módon meg volt arról győződve, hogy a valóságot olyannak ismerem meg, amilyen. Objektíve. A világból érzetek jönnek felém, az érzékszerveim, mint kicsi kapuk, kicsi ablakok beengedik ezt, és a szellememben a világ egy érthető lenyomatot hagy, mint a pecsétnyomó és a viasz. Tehát az ismeretem objektív, meg tudok benne bízni. Amit látok, az van. Igen. És emiatt nem alakult ki ez, hogy van egy szubjektív világ, a hit, a templom, az érzések, és van egy objektív, a tudomány, a mérhető. Hanem az ókori ember tudta, érezte, hogy amit megismerek, azt jól ismerem meg, hitelesen. A fölvilágosodásban mi történik? Kant, illetőleg a nyomában mások arra döbbennek rá, hogy az alany, az ember a megismerésben aktív. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a valóságból érzetek jönnek és egy lenyomatot hagynak bennem, hanem rávetítek a valóságra, Kant így mondta, velem született a priori kategóriákat, mint a tér, az idő, az okság és sok minden más. Mi következik ebből, hogy minden ismeretem szubjektív, mert benne van az alany. Benne vagyok én is. Én ilyennek látom, de ki tudja, hogy a másik milyennek látja. Objektív igazság nem megismerhető. Csak szubjektív vélemények vannak. Ahogy Kant mondta, a Ding an sich, a dolog önmagában nem elérhető, csak a felszín, a jelenség. Abban, amit Kant mond, abban van egy óriási igazság. Tehát az alany tényleg benne van a megismerésben. Hadd mondjak erre egy példát, ami számomra a teológia tanulás során egy óriás reveláció volt. A tudósok azt mondják, hogy állati és emberi szemtől függetlenül színek a világban nincsenek. A fénysugarak nem színesek, hanem különböző frekvenciájuk van, tehát matematikailag számokkal leírható különbség van közöttük, mennyiségi különbség. Az ember és a színérzékelésre képes állat azonban nem ezt látja, nem ezt érzékeli,
hanem minőségi különbséget, pirosat, kéket, zöldet. A tudomány le tudja írni azt, hogy ez hogyan történik. A fénysugár, hogy csapódik be a szemembe, szemlencse, hogy töri meg, pálcikák, csapok, hogy érzékelik ezt, hogy alakul át az idegsejtben egy elektromágneses jellé, és hogy jut el ez az agynak a látómezőjébe. Tehát a folyamatot leírja, tulajdonképpen ezzel nem magyarázta meg, nem indokolta meg. Az, hogy mi a piros érzet, valójában meg sem lehet mondani. Ez nem azonos a mondjuk 200-as frekvenciájú fénnyel. És a zöld nem azonos a 250-essel, itt egy minőségi többlet jelent meg. Egyébként ez egy döbbenetes jele, bizonyíték annak, hogy az evolúció során, az élet fejlődése során lét többletek jelennek meg, aminek kell, hogy legyen elégséges oka. Ennek a fejlődésnek, lét többletnek kell, hogy legyen forrása. De visszatérve, tehát amit Kant mond, igaz. Az érzékeléssel valamit hozzáteszünk a valósághoz. Ez egy zseniális fölismerés volt. Kant ezt abszolutizálja, ezt a fölismerését, és emiatt egy nagyon torz világképe alakul ki a modern embernek. A modern filozófia ezen régen túljutott, ezen a valóság ketté szakításán, objektív és szubjektív részre. Egy híres filozófus, Heidegger például azt mondta, hogy a valóságnak a legmélye az emberben tárul föl. Az igazság lényege nem annyira az, hogy a szubjektum és az objektum megegyezzék. Heidegger sokat filozofál a szavakon. Görögül az a szó, hogy igazság, aléteje, azt jelenti, hogy föltárulás, megjelenés. Vagyis amikor a valóság mélye föltárul, megszólal. És Heidegger azt mondja, hogy az a hely, ahol leginkább megszólal a valóság, az az ember. Az embert így hívja, hogy Dasein, ami azt jelenti, hogy ott lét, itt lét, ahol a lét itt van, ahol a lét mélye, szíve megszólal. Vagyis talán más szavakkal azt lehetne mondani, hogy Heidegger azt állítja, hogy ami a legszubjektívebb, ami a legemberibb, az egyben a legobjektívebb. Az a hely, ahol a valóság mélye leginkább meg tud szólalni, az pont az ember. Ha szeretném érteni, hogy miért van az univerzum, honnan vagyunk, miért vagyunk, a létnek mi az igazi értelme, akkor ebbe a legnagyobb segítség nem a kémcsövek, és nem a számok, hanem mondjuk a Mozart requiemet meghallgatni, vagy egy verset meghallgatni. Tehát Heidegger azt mondja, hogy objektív és szubjektív, ez lényegileg egy. A szubjektum is része a nagybetűs létnek, az objektív létnek. Nem szabadna ezt ketté hasítani. Pont a szubjektum az ember, vagyis a történelem, az események, a tíz parancs és Jézus, az, ahol a valóság mélye föltárult, az objektív igazság. Vagyis ezen a felvilágosodás korabeli zsákutcán az emberiség legokosabbjai túl vannak, sajnos a tömegkultúra nincs túl. Tehát mi még mindig itt tartunk, hogy a vallás meg egyéb dolgok, ezek szubjektív terület. És hadd tegyek hozzá még egy érdekes gondolatot, amit 16. Benedek pápa írt le, egy zseniális művében, fiatalon írta, a keresztény hit, ez a címe, és a Hiszek egynek a magyarázatát tartalmazza. Ő azt mondja, hogy a fővilágosult ember nem egy ilyen elvont filozófiai fölismerés alapján mondja ezt, hogy sajnos az objektív valóság nem megismerhető, sajnos csak szubjektív vélemények vannak, sajnos a hit az egy ilyen templomi dolog, erről érvényes állításokat nem lehet tenni, sajnos erkölcsi elvek végső soron nem megismerhetőek. Nem egy ilyen elvont filozófiai fölismerés ez, hanem ez egy nagyon mély emberi vagy erkölcsi döntés. A mai ember nem megismerni akarja a valóságot. Mert az sejti, hogyha megismerni akarnám, akkor aszerint kellene élnem. A világba bele van ültetve egy gyönyörű isteni rend.
a teremtő által adott rend. És ha ezt meg akarnám ismerni, akkor e szerint kellene élnem. Ebbe kellene bele simulnom, ebbe a gyönyörű isteni harmóniába. A modern ember nem ezt akarja, a világot nem megismerni akarjuk, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A testünket, az életünk, ki akarjuk találni az identitásunkat. Senki ne szabjon korlátot. A létezés piramisának a csúcsára akar fölkerülni az ember, aki bármit megtehet. Tehát egy nagyon mély erkölcsi döntés. A nyugati világunk ebben van, mind a mai napig. Korlátlan szabadság, objektív törvény nincs, és amíg a másikkal nagyon nagy szörnyűséget nem teszek, addig minden szabad. De hát ez is relatív, hogy amíg nem teszek nagyon nagy szörnyűséget, hát pont ezt tapasztaljuk, hogy olyan egyre nagyobb szörnyűséget teszünk, csak egyszerűen nem vesszük észre, hogy mit teszünk a másikkal. És az, hogy itten a tudománynak azt gondoljuk, hogy tényleg soha nem ismert magasságokba járunk, tehát olyan rohamszerűen fejlődik a tudomány, hogy az elképzelhetetlen lett volna egy 100 éves mércében korábban, hogy így fejlődik, és ugyanakkor azt látjuk, hogy az erkölcsi rendnek mégis van egy ilyen ciklikussága, tehát hogy ugyanúgy a társadalom, az hiába vagyunk, mi nagyon ismerünk meg egyre több mindent, meg tudunk egyre több mindent, az erkölcsei azok ugyanúgy hanyatlanak, mint akár az ókorban, vagy a középkorban egy bizonyos idő után, hogy a kettő annyira nincsen párhuzamban, hogy ez miért van, hogy ez a tudományos gőg, ez segíti az embert, vagy ugyanúgy elviszi a másik irányba? Sokan ezt gondolják, hogy ez egy elégséges erkölcsi elv, hogy megtehetek mindent, szabad vagyok, amíg másnak igen, nem ártak. Azonban, ha ezt úgy mélyebben végig gondoljuk, akkor tehát hogy ezt az erkölcsi elvet tudjuk alkalmazni, tudnunk kellene azt, hogy mivel ártok a másiknak. Mi az, ami jó neki? És ez nem teljesen evidens. Mondjuk egy öngyilkos jelöltnek az a jó, ha én hagyom, hogy öngyilkos legyen, vagy esetleg oda megyek, és meggyőzöm arról, hogy nem, és nyugtatót adok neki, és beviszem a kórházba. Mi a jó neki? Lehet, hogy az ő szabad akarata hirtelen abban a nagy örvényben, amiben van, azt akarná, hogy hadd lehessen öngyilkos. Vagy akár tehát egy nem... abortusz kérdésében is, hogy akkor most mivel teszek jót azzal a kismamával, a kigyerekkel. Meg a kisgyermekkel. Meg a kisgyermekkel, igen. Tehát nem egy evidencia. Ahhoz, hogy az emberiség ezt el tudná dönteni, hogy mi az, amivel ártok, ahhoz tudnia kellene, hogy mi az emberi élet célja. Például ha mondjuk van egy óra, itt is kitettük, hogy lássuk az időnket, ahhoz, hogy meg tudjam mondani, hogy ez az óra jó-e, ahhoz tudnom kell, hogy mire való. Ha valaki azt gondolja, mert nem ismeri mondjuk ezt a kis szerkentyűt, hogy egy alátét, és akkor egy asztal alá beteszi, és összetörik, azt mondja, hogy rossz. Az ember ugyanilyen. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy egy embernek mi a jó, ahhoz tudnom kellene, hogy mire való az emberi élet. Hogy miért vagyunk? Mi keresztények azt mondjuk, hogy azért vagyunk, hogy megtanuljunk szeretni. Szeretetből van a világ. Atya, Fiú, Szentlélek örök szeretetéből. És a létünk célja az, hogy ezt az önátadást, önajándékozást megtanuljuk. Néha fájdalmas utakon is csiszolódjunk, alakuljunk, a Teremtőhöz hasonlók legyünk. Az örök szimfónia, az örök harmónia, amiből vagyunk, ez a szeretet, hatalmas dallamüzene, ebbe kellene belépnünk. Mi azt gondoljuk, hogy a lét célja ez. De ha valaki azt mondja, hogy a lét célja az, hogy ezt a 80 évet kellemesen töltsük el itt, és lehetőleg minél több élvezet, minél több birtoklás, ez egy teljesen más. Ez nagyon sokan mondják, és én akkor értettem meg annak az igazságát, hogy van a dolgoknak rendeltetése, mert ugye sokan mondják azt, hogy hát miért lenne arra az van, amire használom. Tehát, hogy erre használom, akkor használhatom az órát is alátétnek, miért ne használhatnám, miért kell az időt néznem rajta, nyugodtan lehetne az is. És akkor értettem meg ennek az igazságát, hogy tényleg van a dolgoknak eredendő rendeltetése, amikor
elmagyarázta nekem egyébként egy filozófus, hogy attól függetlenül, hogy én a tüdőmet használhatom arra, hogy dohányzok vele, és kábulat menjen az agyamba, de azért ez nem fogja cáfolni azt, hogy a tüdő arra való, hogy oxigént vegyen föl, és adjon át a vérereknek is a szállítsála izéhez, a sejtekhez. Tehát az, hogy én használom másra is, vagy használhatom másra is, az az eredendő funkciójától nem fogja megfosztani. Tehát tényleg valóban van egy alapvető rendeltetés. Még akkor is, hogyha ember által gyártott dolgokról van szó. Vagy egy vipera, ez a kihúzható, verekedő eszköz. Azt az ember használhatja babkarónak, attól függetlenül az még mindig egy elég gonosz eszköz lesz. Hogy az atombomba, ugye moston kint az Oppenheimer film, tehát arra is lehet azt mondani, hogy nem tudom, energiát termel, de valójában az rombolásra készült. Szóval, hogy azért van egy eredendő cél, okság. Igen. Így van. Zsidó rabbiknak van egy nagyon érdekes alapgondolatuk. Rácsodálkoznak arra, hogy a teremtés történetben 10-szer hangzik el ez a mondat, hogy Isten szólt. És ezt ilyesfajta módon magyarázzák, vagy fogalmazzák meg, hogy Isten 10 igével, 10 szóval alkotta a világot. És ezt összekötik a 10 parancssal, amit a zsidóság szintén így hív, hogy 10 ige. Vagyis a teremtést összekötik a 10 parancssal, az erkölccsel. Ez egy zseniális meglátás. Mit akarnak ezzel elmondani? Azt akarják elmondani, hogy a teremtés igéje, vagy ahogy görögül mondjuk logosza, értelme, szelleme, gondolata, ami a teremtőnek a szellemében ott van. A teremtés igéje, logosza, logikája, és az erkölcs, a 10 parancs, a Biblia logosza ugyanaz. Vagyis az erkölcs objektív, nem egy másodlagos történelmi melléktermék, hanem bele van teremtve a világba, az atomokba, sejtjeinkbe, a galaxisokba. Egy gyönyörű, objektív isteni rend. És az ember csak kiolvassa lassan a világból. Ahogy Vörös Marti mondta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Tehát bele van írva a sejtjeinkbe, a lelkünkbe, kiolvassuk a rendeltetést, a célját. Csak annyit erősítsek meg, hogy korábban már beszéltünk erről, hogy nem csak én látom bele ezt a rendet, hanem ténylegesen benne, tehát a szubjektum-objektum különválasztásnak a irrelevanciája ebben a helyzetben. Ugye, tehát ugyanerről van szó, hogy nem csak én látom bele ezt a rendet, hanem ez van. Ez ott, ugye? Tehát, hogy erről van egy szó. Egy ragyogó, igen, gyönyörű isteni harmónia. Én nagyon szeretek fölmenni magas hegyekre, és igen gyakran azt élem meg, hogy amit a teremtő alkotott, tökéletes, gyönyörű, hibátlan. A patakok, a fák, a sziklák, mint egy gyönyörű isteni szimfónia. És az ember képes ezt érteni, hallani, látni. A felszínét a tudománnyal, a mélyét a szívével, a lényével, a lelkével. Ezt én úgy értettem meg szintén, tehát magamról tudok beszélni, hogy arra is felhívták a figyelmet, egyébként természettudósok, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy a magerők pontosan akkorák, mint amekkorák, mert ha egészen picivel nagyobb lenne, akkor szétesne az egész világegyetem, minden anyag szétesne, de ha egészen picivel kisebb lenne, akkor meg egymásba összezsugorodna és összeesne az egész. Tehát az, hogy ez most létezik, az pont egy olyan fantasztikus rendet feltételez, ami azt mutatja, hogy itt van egy tervező. Ez is nagyon megdöbbent rengeteg tudós. Ezt úgy is hívják, hogy antropikus elv, vagy a világnak a finom hangolása. Tehát egy csomó olyan állandója van, úgymond a teremtett világnak, vagy az univerzumnak, ami ha egy egészen kicsit más lenne. Mondjuk a tágulásnak a sebessége. Ha sokkal gyorsabb lenne, nem lennének csillagok. Nem tudtak volna, ha a gravitációhoz képest ez sokkal gyorsabb lenne, sőt egy egész kicsivel gyorsabb, nem tudtak volna kialakulni. Vagy az erős kölcsönhatás, a gyönge kölcsönhatás mértéke. A szénatomnak ez a különlegessége, hogy tud egy ilyen gerjesztett állapotba jutni, és a szénhidrogének ilyesfajta módon tudnak létrejönni. Tehát rengeteg dolog van az univerzumban, ami ha egy egész kicsit más lenne, akkor az élet, meg egyáltalán a bolygók, a Földünk nem tudott volna kialakulni. Ez annyira döbbenetes, hogy nagyon sok tudós azt kezdi föltételezni, például Hawking, hogy sok univerzum van, végtelen sok,
így nevezi ő, hogy multiverzum, és annyira döbbenetes, hogy van egy, ami ennyire az emberre irányul meg az életre. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Hawkingnak ez az elmélete, hogy multiverzum, nem tudományos. Erre semmiféle adat nincs. Viszont tehát nagyon megragadta egy... Hollywoodnak is, meg a populáris médiának a fantáziáját. Nem egy tudományos vélemény. Igen. A tudomány mit jelent, hogy mérek, hogy kísérletezek, hogy tényekre alapozok. Ez nem egy tény, ez ő gondolata. Miért találja ki? Azért, mert ez az antropikus elv, a finom hangolás annyira döbbenetes. Ez egy akkora erős elv, hogy valamit erre kell neki mondani, kitalálni. Tehát kínjában kitalálja, hogy végtelen sok világmindenség van, és abból van pont egy ilyen is, ami pont mi élünk, ahol érdekes módon az élet kialakul. Ez így valósul meg, igen. Igen, az, hogy mindig azt hangoztatjuk, hogy, hogy igen, az élet az, ami teljesen a világegyetem működésével ellentétes. Tehát, hogy pont ez az entrópia, ami jellemző az egészre, az annak a teljes szétszorodásnak, annak a teljes ellentéte. És olyan azt, hogyha belegondol az ember, hogy ugyanakkor az erkölcsökben mindig azt tapasztalom, hogy elindul ez az entrópia, ez a szétszóródás, és hogy annyira gyönyörűen meg van fogalmazva a Bibliában is, hogy eléd tárom az életet és a halált, hogy igenis, hogyha nem tartod, hogyha nem követed az én rendemet, az én erkölcsi törvényeimet, az a halál, tehát, hogy az szétvisz engem, és ez az, amiről egyszerűen nem veszünk tudomást, hogy nekünk pont a, gondolom, ez a szabad akaratunk, nem? Hogy ott van a választásunk, hogy melyiket válasszuk. És hogy ez miért van az, hogy ennyire ellene tudunk dolgozni az életnek, és ennyire könnyű letérni róla. Hogy miért van az, hogy az eredendő bűnnek ennyire rombolóan ott van mindig a társadalomban, és hogy teljesen egyértelműen kimutatható, hogy ez szépen lassan rombol, és elviszi a dolgokat. Miért a halál irányába megyünk? Hadd kapjak bele itt a entrópia gondolatba. Az élettelen anyagnak az egyik legalapvetőbb tendenciája az entrópia, vagyis az energiaállapotok kiegyenlítődése. A legkényelmesebb energiaállapotra való törekvés. Ha egy forró téglát, meg egy hideg téglát egymás mellé teszünk, lassan mind a kettő langyos lesz. Az élet homlok egyenest ez ellen dolgozik. Gyűjti magába a napfényét, az ásványokat, egy sejt, vagy egy tölgyfa, egy óriási anti-entrópia üzem. Schrödinger így is nevezte az életet, hogy negentrópia. Vagyis az élet nem levezethető az élettelemből. Az élő anyag egyik legalapvetőbb tendenciája, homlok egyenest ellenkezik az élettelen anyag egyik legalapvetőbb tendenciájával. Nem magától alakul ki. Kell hozzá a Teremtő Isten, mint hatalmas mágnes, ott lebeg a világ fölött, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Vagyis megint csak egy nagyon fontos jele annak, hogy a világnak és a dolgoknak, az evolúciónak van oka. Magától az élettelemből nem lesz élet. Az univerzumnak van kezdete, minden csillagász és atomfizikus ebbe teljesen egyetért, hogy az anyag a múltban nem örökké való. Az univerzumunknak van egy nagyon konkrét kezdete, 13,7 milliárd évvel ezelőtt. Az univerzum tágulása egyre gyorsabb. És nem arról van szó, hogy ez egy ilyen pulzáló világmindenség, néha van benne egy ősrobbanás, aztán néha újra kezdődik. Összehúzódik, megint szép kitágul, igen, ezt mondták. Nem ezt látjuk. Az univerzum fizikai, atomfizikai, vagy csillagászati értelemben döbbenetesen fiatal. A látható anyagnak kb. 75%-a hidrogén és hélium. Tehát van kezdete. Magától a semmiből nem lesz valami. Ennek kellett, hogy legyen elégséges oka a kezdetnek is, de a fejlődésnek is. És akkor hadd kanyarodjak ide, hogy az élet és a halál
iránya, és hogy a szabadságunk ebben hogyan, milyen megsebzett módon tud néha működni. Azt gondolom, hogy a modern világunknak egy nagy baja az, hogy a szabadság fogalmát félreérti. És talán, hogy megközelítsük azt, hogy mi is igazán a szabadság. Most ez a fő érték, amit mindenki mindenek fölé helyez, hogy én dönthessem el identitásomat, életcélomat, ebbe senki ne akadályozzon. Senkinek semmi köze hozzá. Ez a boldogság, mert a teljes emberi életnek a lényege, hogy szabadon választom a magam útját. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a szabadság lényegét, ahhoz talán segít, ha a másik alapképességünknek, az értelmünknek a lényegét megértjük. Ez a két alapemberi képesség, az értelem és a szabad akarat. Hogy működik az értelmünk? Az értelmünk akkor működik jól, ha mindig az igazat ismerem meg igaznak, a valóságot olyannak, amilyen. Vagyis az értelem lényege szerint egyirányú. A valóságra irányul, az igazságra. Nem akkor vagyok értelmes, ha sokszor tévedek is, ha össze-vissza gondolkodok, hanem ha mindig az igazat ismerem meg igaznak. Az értelmem egy ilyen jellegű képesség, ami egyfelé tör az igazság felé, a valóság felé. A szabad akarat ugyanilyen. A szabad akarat természetes célja az érték, a jó. Nem akkor vagyok szabad, ha sokszor döntök rosszul is. Ha össze-vissza döntök. Akkor vagyok szabad, ha semmi nem köt gúzsba. Ha a láncaimtól, a szenvedélyektől, a lehúzó erőktől, a görcsöktől megszabadulok. Ha tudok szárnyalni és szeretni. Vagyis a szabadságnak a természetes célja a jó. Akkor szabad egy ember, ha ezt igazán felismeri. Ha a görcseitől megszabadult, a lehúzó erőktől, ettől az entropikus erőtől megszabadult, és az isteni életben ne elkezd működni, ha szárnyal. A modern ember ezt abszolút megfeledkezik erről, hogy a szabadságom az nem az önkény. Nem a valóságtól elszakadó önkény. A valóság nem ellenségünk. Az identitásunk, például a nemi identitás, az nem olyasmi, amit én kitalálok. Ahogy az anyanyelvemet se találom ki, meg a családom történetét. És akkor is az a család történet kicsit sebzett. Az az enyém. Arra kell építenem. Nem kell, a fa nem vágja le magát a gyökeréről, és nem attól lesz ő egy új és még szabadabb fa. Arra kell építenie. A nemi identitás is ilyen. Nem én találom ki. Kapom. És nem ellenségem. Akkor sem, ha sebzett. Ha a nemi identitás sebzett, akkor is arra kell építenem. Abból kell a lehető legjobbat kihoznom. Meg kell próbálnom gyógyítani, alakítani. De a valóság nem ellenség. Tehát a szabadság az nem a valóságtól elszakadó önkény. Hogyan? Bocsánat, de nekem meg kell kérdeznem ezt, mert hogy mikor jutottunk el addig a mi európai kultúránk, civilizációnkban, addig az mély erkölcsi döntésig, ugye, hogy már nem az igazság megismerése, nem a valóság megismerése érdekel minket, hanem a használata. Tehát, hogy mi használni akarjuk a világot, és nem megismerni, hogy mikor van ez a bűnbeesés, vagy ez a modernitással azonos? Tehát ez indul a fővilágosodással, igen. Kanttal, ez kb. 200 évvel ezelőtt, akkor még főleg íróasztalok mellett, tehát ez nem volt egy nagy társadalmi fordulat, lassan ivódott be az intelligenciának a gondolkodás módjába. Egy nagyon nagy előretörés, aztán Nietzsche, illetőleg az ateista nagy ideológiák, marxizmus, kommunizmus, a nácizmus. Mit mond Nietzsche? Ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ember igazán ember lehessen, übermensch, tehát hogy a maga teljes képességeit kibontakoztassa, meg kell ölnie Istent. Túl kell jutni jón és rosszon. Ezt fogalmazza meg.
túl jón és rosszon, bármit megtehetsz, nincs fölötted senki. Valójában egy félőrült filozófus volt, zseniálisan fogalmaz, tehát döbbenetes ereje van, de ez egy kicsit sátáni erő, ami benne megnyilván. És hát nem véletlenül, hogy Hitler nagy mértékben ihletődött ezektől a mondatoktól. De az ideológia ennyire a filozófiából származik? Tehát, hogy a filozófia az feltétlenül elmegy egy ilyen ideológikus irányba, hogy ami már elszakad a valós, igen? Hát illetve ez nyilván egy nagyon hosszú emberi folyamat, a történelem alakul, és filozófusok is megfogalmazzák, nyilván egy politikus a maga szintjén, egy házi asszony vagy férje a maga szintjén. Tehát különböző módokon az egész emberiség haladt ebben az irányban. A 20. században létrejönnek ezek a döbbenetes, istenellenes ideológiák. Mind a kettő, a kommunizmus és a nácizmus is látszólagosan az emberért akar tenni. A nácizmus a német népért, a nemzetért fölemelni, megerősíteni, életteret találni neki. Tehát látszólagosan úgymond egy humanista életfelfogás. Az emberi testet ünneplik, az erőt, a nemzetet, ez a nyelvet. A művészetükben is abszolút igen. Látszik, de egyébként a szociálban is ez látszik. Igen. Igen. De a humanizmus ez lehet az, hogy az emberi méltóságot megtagadja. És a kommunizmus is ugyanez. Igen. Emberért, szegényekért, osztály nélküli társadalom, földi paradicsom, tehát látszólag humanista. Igen. Mind a kettő gyökeresen istentelen. Tehát mind a kettő a vallást gyűlölte. És döbbenetes módon mind a kettő döbbenetes embertelenségbe fulladt. Mert az emberségünknek a legvégső és igazi alapja, védője az Isten. Az emberi méltóságnak a végső forrása ő, hogy annak a tudása az emberiségben, hogy minden ember szent és sérthetetlen, végtelen méltósága van, az abból fakad, hogy a személyes teremtő Istennek a remek művei vagyunk, számára végtelenül értékesek. Az ő képmásai. Az ember nem csak egy okos állat, nem csak egy faj egyede, nem csak munkaerő, nem csak egy osztály, nem csak egy történelmi nagyon fontos tényező, hanem minden személy, az éppen csak megfogant kicsi gyermek az édesanyja szíve alatt, a maga tehetetlen idős, a cigány, a zsidó, a sérült, mindenki végtelen érték. Ennek a felismerése bibliai eredetű, keresztény eredetű. Az egész nyugati kultúránk ebből született. A jogrendszerünk, tehát hogy mindenkinek vannak személyiségi jogai, pusztán attól, hogy ember. És ezt tisztelni kell, a szociális háló, tehát a teljes nyugati kultúránk erre épült. A nácizmus és a kommunizmus ezt rombolja le. Látszólagosan humanista, gyökeresen istentelen, és hát döbbenetesen embertelenné válik. Csak a kommunizmusnak a 20. században több mint 100 millió halálos áldozata volt. A Kínát, a sztálini diktatúrát, az ukrán éhínséget és mindent beleszámítunk, több mint 100 millió. Olyan érdekes, mert pont ugye a kommunizmus hivatkozott a tudományosságra, állandóan tudományosnak tételezve magát, és tudományosnak állítva be saját magát. Tehát, hogy kvázi, ugye az volt az állítás, hogy a vallás történelmileg túlhaladott, és helyébe lép a tudomány. Tehát azt hiszem, hogy innen ered az a ma közkeletű felfogás is, hogy itt nincsen egyezés. Második János Pál pápa mondta ezt, hogy ha eltűnik az Isten, akkor eltűnik az ember. 20. században ez történt. És hát a modern ember azt gondolom mostanában egy ilyen nagyon érzékeny zsákutca szélén, vagy szakadék szélén van. Például az ökológiai katasztrófa miatt is. És az ökológiai katasztrófa azzal szembesíti az embert, hogy a világnak, a földünk bioszférájának, de egyáltalán az univerzumnak vannak kőkemény, objektív törvényei. És ezt vagy alázattal elfogadom, és ez szerint élek, vagy lassan önmagamat elpusztítom.
A szabadságom nem korlátlan, nem lehet önkényes. Tehát azt gondolom, hogy az ökológiai katasztrófa egy nagyon üdvös kiózanodás a nagyképű modern embernek. Vagyis ennél a válaszútnál állunk, hogy esetleg újra elfogadjuk azt, hogy van teremtő, van egy objektív rend, ez nem ellenünk van, nem a szabadságunk megcsonkítása, hanem ez egy gyönyörű isteni harmónia. Ebbe bele kellene simulni, el kellene fogadni. És ez azt is jelenti, hogy a hitet, a vallást, a filozófiát, a művészetet újra visszaengedni az életnek a fontos tereibe, akár egy parlamentbe, egy törvényalkotásba, tudományba, olyan helyekre, ahol az emberiség a maga nagy döntéseit meghozza. Ha ezt nem tesszük meg, akkor lassan önmagunkat elpusztítjuk. Ha elvész az Isten, akkor elvész az ember. János, hogy te nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél. Ez egy nagyon fantasztikus végszó volt. Köszönjük szépen még egyszer önöknek, nektek pedig a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit megnézhetik a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján, vagy a társaságnak a közösségi média oldalain. A hithallásból fakad.